Sziasztok! Ez a videó Budapest egyik legfontosabb nevezetességének, az Andrássy útnak a történetéről és a különböző névváltoztatásairól fog szólni. Az Andrássy út Budapest legszélesebb sugárútja, amely a főváros 6. kerületében, Terézvárosban található. A sugárút hossza 2310 méter. Az Andrássy út 2002-től kezdve a világörökség része. Az egyik végén található Hősök terével és az alatta futó milleniumi föld alatti vasúttal kiegészülve. A sugárút számos jelentős nagy tömegrendezvénynek ad otthont, és többször is át lett nevezve az elmúlt közel 150 évben. De mi is lehet a sugárút jelentősége, amely miatt egy ennyire népszerű helyről beszélünk? Ebben a videóban megnézzük az Andrássy út történetét és a különböző névváltoztatásait. Noha az Andrássy útat 1872-ben kezdték el építeni, az ötlet egy hasonló beruházásra már 1841-ben megfogalmazódott Kossuth Lajos fejében, amikor a Pesti Hírlap 18. számában kifejtette, hogy szükség lenne egy fasorokkal teleültetett sugárútra a városerdő és az akkor épülő Lánchíd között, amely egy békés sétáló utca lehetne a pesti polgárok számára. A városerdő a mai Városliget volt, és az Andrássy út felépítése előtt csupán a Király utcán keresztül lehetett a parktól a belvárosig jutni. Azonban a városerdő egyre népszerűbb hely lett a polgárosodó pestiek számára, és a Király utca túl szűknek bizonyult ekkora embertömegre nézve. Ráadásul az utcában még egy villamos is közlekedett, amely még inkább elvette a helyet az emberektől. Így nem csoda, hogy Kossuth a zsúfolt és koszos Király utca helyett egy fasorral teleültetett széles sétáló utcát vizionált. Kossuth ötletéből viszont végül nem lett semmi, mivel a reformkor végén más fontosabb dolgokkal és komolyabb beruházásokkal foglalkoztak a magyarok, majd a szabadságharc és az azt követő bakkorszak során végképp nem maradt anyagi forrás egy ilyen nagy volumenű beruházás megvalósítására. Így a következő alkalom, amikor újra felvetődött az ötlet egy sugárút építésére, az már a kiegyezés után történt. Ráadásul maga a miniszterelnök Andrássy Gyula kezdeményezte egy új sugárútnak az építési tervét, és ennek helyét a pesti birtokai mentén vázolta fel. Azonban, mivel ennek a sugárútnak a terve nem kapcsolódott az akkori pesti úthálózathoz, ezért kezdetben ellenezték Andrássy ötletét, de végül 1870-ben engedélyt kapott rá, és 1872-ben el is kezdték építeni a sugárútat. Andrássy azt a kritikát, hogy az új sugárútja nem kapcsolódik a pesti úthálózathoz, úgy próbálta orvosolni, hogy egy másik nagy beruházást is vizionált mellé, amelyet 1871-ben el is kezdtek megvalósítani. Ez a másik beruházás nem volt más, mint a nagy körút. A két pont metszeténél ekkor még egy nagy gödör állt, azonban ezt nem sokára feltöltötték, és a helyén megépült az Andrássy út egyik tere, az Oktogon. Az újonnan épülő Andrássy út melletti házak építésével két jeles építészt, Ibl Miklóst és Linzbauer Istvánt bízták meg. Ők elektrikus, neoreneszánsz stílusban készítették el az épületeket. Azonban a sugárút nem éppen gördülékenyen készült el, mivel az 1873-as gazdasági válság teljesen lelassította az építkezést, és több vállalkozó vissza is adta a fővárosnak a telkeket, mert nem tudták időben teljesíteni a korábbi szerződésüket. Ebben a helyzetben a magyar főurak léptek közbe, akik megvásárolták a telkeket, és rajtuk folytatták az építkezést. Ilyen arisztokrata volt Szili Kálmán, Szemlér Mihály, vagy éppen Gróf Dezsefi Aurél is. Ők leginkább a sugárút külső részén a Villanegyedben építkeztek. A sugárutat végül 1876. augusztus 20-án adták át ünnepélyes keretek között. Viszont az Andrássy út utolsó telkét csak 1885-re építették be. A sugárút felszíne fakocka borítású lett, amely egyszerre kimélte a lovak patáit és csökkentette a zajt is. Az újonnan épült utat 1883-tól sugárútnak hívták, majd 1886-tól megkapta az Andrássy út elnevezést, tisztelegve ezzel a korábbi magyar miniszterelnöknek, aki a legtöbbet tette a sugárút létrejöttéért. Az Andrássy út egészen 1950-ig viselhette nevét, amikor a Rákosi korszakban átnevezték, mivel a kommunista propagandába nem fér bele, hogy egy korábbi grófról legyen elnevezve Budapest egyik legjelentősebb helyszíne. Így a sugárútat Sztálin útra nevezték át, és az út végének a közelébe még fel is építették a szovjet diktátor monumentális szobrát. Azonban a Sztálin út csak 1956. októberéig viselte nevét, amikor a magyar forradalmárok átnevezték a Magyar Ifjúság útjává a sugárútat. A Magyar Ifjúság útja még rövidebb ideig állt fent, ugyanis már 1957-ben a Kádár korszak elején átnevezték Népköztársaság útjává.
Ezzel a tér elnevezéssel is jelezte az új politikai vezető Kádár János a népnek, hogy nem lesz olyan durva a diktatúra Magyarországon, mint Rákosi Mátyás idején, viszont a kommunizmust fent fogja tartani az országban. Végül a rendszerváltoztatás után 1990-től visszakeresztelték újra Andrássy útra, jelezve ezzel azt, hogy véget ért a szovjet elnyomás Magyarországon. Az Andrássy úton két tér található, az Oktogon és a Kodálykörönt. Ez a két tér három részre osztja a sugárutat. Az út első szakasza a belvárostól az Oktogonig tart. Ez egy 844 méter hosszú és 34 méter széles útszakasz, ahol 3-4 emeletes épületek épültek. Az épületek felső emeletein bérházak vannak, míg a földszinteken pedig elegáns kávézók és márkás üzletek működnek. A középső szakasz, az Andrássy út két tere, az Oktogon és a Kodálykörönt között található. Ez már egy szélesebb, 45,5 méter széles és 563 méter hosszú útszakasz. Mivel ez a szakasz szélesebb a korábbinál, így itt már két szervízút is funkcionál a főutak mellett. A szervízút és a főút között fasor található. Ezen a szakaszon alacsonyabb épületek találhatóak, amelyek bérházakként üzemelnek. Az út harmadik szakasza pedig a Kodálykörönttől az Andrássy út végéig, a Hősök teréig tart. Ez egy 656 méter hosszú, és hasonlóan a középső szakaszhoz egy 45,5 méter széles útszakasz. Itt már teljesen kertvárosias hangulat uralkodik az utcaképen, és az út mentén különálló villák és paloták épültek. Ennek az útszakasznak a szépségét jól szemlélteti, hogy nagyon sok magyarországi nagykövetség is ezen a részen található. Az Andrássy út többi részén is hasonló térátnevezéseket és érdekes történeteket figyelhettünk meg. Most végigmegyünk a különböző szakaszokon. Most nézzük meg az Andrássy út legjelentősebb tereit és épületeit a Városligettől a belváros felé haladva. Elsőként beszéljünk a Hősök teréről, amely hivatalosan nem is a sugárút része, viszont annak lezárásaként funkcionál és hihetetlen nagy jelentőséggel bír több szempontból is. A mai Hősök tere helyszíne elsőként 1868-ban került be a köztudatba, amikor Zsigmondy Vilmos bányamérnök lefúrt a föld alá, és ott artézi vizet talált. Ebből a föld alatti artézi vízből származik a mai Széchenyi fürdő vízkészlete is. A fúrási munkálatok 1878-ra fejeződtek be, és 1884-ben a jeles építész Ybl Miklós egy ivókutat is tervezett a helyszínre, amely az artézi vízből táplálkozott. Ez az ivókút a Gloriát nevet kapta, és egészen 1894-ig a téren állt, amikor az építkezések miatt lebontották. Az építkezésekre amiatt került sor, mivel egy magyar hősöket bemutató térnek az ötlete már az 1860-as évek második felében felmerült Magyarországon, amikor Gerlóci Károly, a későbbi budapesti alpolgármester felvetette, hogy a honfoglalást egy nagyszabású ünnepségen ünnepeljék majd meg, és ennek részeként építsenek egy emlékművet a honfoglaló vezéreknek és a legjelentősebb magyar királyoknak. Gerlóci ötletét 1870-ben Pest városi tanácsa fel is terjesztette az országgyűlés elé. Viszont ott eleinte eredménytelenül próbálkoztak. Azonban az 1880-as évek elején újra elővették az ötletet, mivel ez kapcsolódhatott volna a többi budapesti elképzeléshez is, és a monumentális tér kiváló lezárása lehetett volna az újonnan épülő Andrássy útnak. Eleinte a Hősök tere helyére Andrássy Gyula lovas szobrát tervezte Sikenáz Albert, viszont eredeti elképzelését végül nem tudta megvalósítani. Azonban Sikedánz mégsem maradt munkanélkül, mivel 1896-ban a magyar kormány egy törvényt hozott egy milleniumi emlékmű felállításáról, amely után Bekerle Sándor miniszterelnök személyesen kereste fel az építészt és Zala György szobrászt, és felkérte őket a Hősök tere megtervezésére. Az építkezések első részeként lebontották a Gloriet kutat, és elkészítették a milleniumi emlékmű szobrokat. A tér közepére Gábriel arkangyal 5 méteres szobra került. Ebben a szoborban az angyal kezében tartja a Szent Koronát és az apostoli kettős keresztet is. Kis érdekesség, hogy Gábriel arkangyal szobrát 1900-ban elvitték a párizsi világkiállításra, ahol Grand Prix díjban részesítették. Miután a szobor visszatért Magyarországra, 1901-ben felállították a Hősök tere közepére egy 36 méter magas korintoszi oszlop tetejére. Az oszlop alá pedig a hét honfoglaló vezér szobrát emelték. Ezek a szobrok Zala György szobrász alkotásai voltak. Szintén ő tervezte meg a két oszlopcsarnok tetején található Munka és jólét, Háború és béke, illetve a Tudás és dicsőség szobrait is. Ráadásul még két király szobrot, Nagy Lajost és Mátyás király alakját is Zalához köthetjük. Azonban Zala eléggé megcsúszott a munkálatokkal, mivel a teret Sikedánzék már 1905-re elkészítették.
viszont a szobrok ekkor még hiányoztak belőle. Így a többi király szobrát Zala tanítványaira bízta, és ők készítették el az alkotásokat 1911-ig. A Hősök tere panteonjában található 14 szobor eredetileg 14 magyar uralkodót mintázott volna meg. Az eredeti tervek alapján Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla, I. Károly, Nagy Lajos, Hunyadi Mátyás, Szapolyai János, I. Ferdinánd, III. Károly, Mária Terézia, II. Lipót, illetve az aktuális uralkodó Ferenc József kapott volna helyet. Azonban már a munkálatok megkezdése előtt az eredeti koncepcióból kicserélték Szapolyai Jánost, mivel őt a nemzeti múlt szempontjából nem ítélték dicső szereplőnek. Szapolyai helyére Hunyadi János került be, aki az egyetlen olyan alakká vált a téren, aki nem volt magyar király, hanem csak kormányzó. Végül tehát 9 középkori alakot és 5 Habsburg királyt mintáztak meg, és helyeztek az oszlopcsarnokba. Az alkotás történelmi fontossága itt még messze nem ért véget, ugyanis Budapest és Magyarország egyik szimbólumává vált, így nagyon fontos volt az aktuális politikai vezetésnek a körülötte levő tér szimbolikus hatalmának megszerzése. Az első világháború után a pár évvel korábban elkészült kompozíciót átépítették. 1919. május 1-én az egész teret vörös drapériával fették le, és a vallás ellenes kommunisták eltüntették a párizsi világkiállításon díjazott Gabriel arkangyal szobrát, és egy obeliszké alakították át, elé pedig Karl Marx szobrát helyezték ki. Ráadásul a korábbi rendszer legnagyobb ellenzőiként a Habsburg királyok szobrait is kiemelték az oszlopcsarnokból, és több alkotás is megsérült a munkálatok alatt. Különösen is az 1916-ban elhunyt Ferenc József huszártábornoki egyenruhában ábrázolt szobra sínylette meg a legjobban a tanácsköztársaságot, mivel ezt a szobrot teljesen szétverték a kommunisták. Azonban a tanácsköztársaság 133 napja elmúltával a tér visszakaphatta eredeti formáját. A Horthy korszakban újra visszaemelték a Habsburg uralkodók szobrait, kivéve a teljesen megrongált Ferenc Józsefét. A szobor helyére Zala György szobrászt kérték fel újra, hogy mintázza meg az egykori uralkodót. Zala el is készítette az újabb Ferenc József szobrot, viszont az előzővel ellentétben itt most már nem huszártábornoki ruhában, hanem koronázási palásban volt ábrázolva az egykori magyar király. A Horthy korszak vezetői is megpróbálták teljesen uralni a teret, amelyet 1932-ben el is kereszteltek Hősök terére. Ugyan ebben az időszakban még inkább parkként funkcionált a szoborsoport, mint sem térként, mivel még bőven növényzet borította a helyszínt. Az emlékmű körüli park térré alakítása 1938-ra valósult meg, amikor Magyarország rendezte meg a 34. eukarisztikus világkongresszust. Itt teljesen átalakították a Hősök terét, és a fákkal díszített park jellegét teljesen megszüntették. Térköveket kapott, és innentől kezdve már a tömeges megmozdulások befogadására is alkalmassá vált. Nem is véletlen, hogy innentől kezdve egyre több propagandisztikus politikai esemény színhelyévé változott. A II. Világháború után a hatalmat megkaparintó Rákosi Mátyás szíve szerint az egész teret lebontotta volna, mivel túl hazafiasnak ítélte. Viszont végül meggyőzték arról, hogy hadd maradjon meg a tér, mivel tömegmegmozdulások demonstrálására kiválóan alkalmas lehet. Így végül Rákosi csak a Habsburg királyok szobrainak a kicserélését rendelte el. Így került a térre első Ferdinánd helyére Bocskai István, harmadik Károly helyett Bethlen Gábor, Mária Terézia helyett Tököli Imre, második Lipót helyett második Rákóczi Ferenc, Ferenc Józsefet pedig Kossuth Lajos váltotta fel. A tér a későbbi korokban is nagyon sok megmozdulásnak és eseménynek adott otthont. Elég csak az 1957-es május 1-i felvonulásra, az 1989-es Nagy Imre újratemetésre, az 1991-es pápa látogatásra, vagy a 2021-es eukarisztikus világkongresszusra gondolni. Így mind a mai napig óriási tömegrendezvények színhelyeként szolgál. A Hősök tere mellett fekszik két múzeum is, a Műcsarnok, illetve a Szépművészeti Múzeum. A Műcsarnok még a szoborcsoport létrejötte előtt 1896-ban készült el, és maga Ferenc József avatta fel. A vele szemben lévő Szépművészeti Múzeumot 1899-től 1906-ig építették fel a Hősök tere mellett található másik üres térre. A Hősök teréről a belváros felé haladva az Andrássy útra érünk. Azonban a sugárút tárgyalása során elkerülhetetlen tárgyalnunk a Kisföld alattiról is, amely csak úgy, mint a Műcsarnok, az 1896-os milleniumi ünnepségre készült el. Az alapvető koncepció az volt, hogy kellett volna egy tömegközlekedési eszköz, amely kiviszi a belvárosból a városerdőbe az embereket.
Azonban az Andrássy úton egy felszíni villamosjárat jelentősen leszűkítette volna a sugárút terét. Így ezt elvetették. Ezért a Budapesti Villamosvasút Társaság vezérigazgatója Balázs Mór azt javasolta, hogy egy föld alatti vasút épüljön az Andrássy út alá, és ezzel a közlekedés is megvalósulhat a belváros és a városerdő között, továbbá az Andrássy út is megtarthatja eredeti vonzerejét. Gyorsan el is kezdték a munkálatokat, és igen hatékonyan dolgoztak. Emiatt két év múlva, 1896. május 2-án át is adhatták a föld alatti vasútvonalat. Ez a vasútvonal történelmi jelentőségű volt, mivel a kontinentális Európa első föld alatti vasútja lett. Ugyan Angliában már 1863-ban működött az első metró, viszont Európa más országában még nem volt metróvonal. Így az egyes metró átadásával Magyarország a második európai ország lett, ahol megindult a föld alatti közlekedés. Kezdetben a föld alatti más útvonalon haladt, mint manapság, ugyanis a Hősök tere után kijött a felszínre, és két felszín feletti megállóval rendelkezett. Az egykori útvonal nyomát a Városligetben ma is felfedezhetjük. Ráadásul kezdetben a baloldali közlekedés alapján vezették a föld alattikat a járművezetők, így ez is eltért a mai használatuktól. A korabeli föld alatti a maihoz hasonlóan 11 megállón keresztül közlekedett. Azonban ezen megállók nagy részét mára már átnevezték. Két felszíni megállója az Artézi fürdőnél és az állatkertnél volt. Ezt követően az Aréna út, a Bajza utca és a Körönd jött. Előbbi a mai Hősök tere, utóbbi a Kodály Körönd megállóját takarja. Majd a Vörösmarty utca, az Oktogon, az Opera, a Váci körút, a Deák Ferenc tér és a Gizella tér következett. A Váci körút az a mai Bajcsi-Zsilinszky utat, míg a Gizella tér pedig a mai Vörösmarty teret jelenti. A föld alattit 1973-ban meghosszabbították, és ekkortól kezdve bővítették a Széchenyi fürdő és a mexikói úti megállókkal. Ez alatt a felújítás alatt tértek át a ma is használatos jobboldali közlekedésre is. Na de térjünk vissza a felszín fölé. A Hősök teréről a belváros felé sétálva az Andrássy út harmadik szakaszán haladhatunk végig, ahol különböző paloták és villák épültek. Az Andrássy út ezen szakasza egészen a Kodály köröndig terjed. Ez az Andrássy út egyik tere, amely szintén óriási jelentőséggel bír, és többször cserélt nevet az évek során. A Kodály körönd az Andrássy út építése során jött létre. Kezdetben csak köröndként hívták. Egészen 1938-ig megtarthatta nevét, amikor a magyar kormányzat a harmadik birodalom irányába tett gesztusként átnevezte Hitler térre a helyet. A II. Világháború után 1945-ben újra visszakaphatta a körönd elnevezést. 1971-ben pedig Kodály Zoltán halála következtében átnevezték Kodály köröndre a teret, mivel a téren lakott a híres zeneszerző is. A térnek különlegességet kölcsönöz, hogy különböző kisebb terek találhatóak benne. Ezek egyfajta parkok a parkban funkciót látnak el, és négy különböző térként is működhetnek. A négy terecske mögött négy-négy jelentős épület található. Közülük az egyik a vasutasház. Ez egy 1884-ben készült épület volt, amely a MÁV kezében volt egészen 1952-ig, amikor államosították. Az épületben bérlakások voltak, és miután állami tulajdonba került, társasházzá nyilvánították. Azonban egyre jobban romosodott az idő múlásával, így az ezredfordulóra a vasutasház már életveszélyes állapotba került. Ráadásul 2014-ben még egy tűzvész is sújtotta a helyet, amely tovább nehezítette a lehetőségeit. A vasutasház jelenleg is felújítás alatt áll. A következő tér mögött az Andrássy udvar épülete áll, amely 1884-ben épült. Ez az épület azért is jelentős kifejezetten, mivel Kodály Zoltánnak ebben volt egy négyszobás lakása, és itt élt Budapesten. Az Andrássy udvarban jelenleg is működik egy Kodály Zoltán emlékmúzeum és archívum. A következő épület a Hübner udvar, amely szintén 1884-re készült el. Nevét onnan kapta, hogy a Hübner Nándor vezette Hübner cégnek építették fel, miután azok megvették a főváros tolatelket. A Hübner udvart a II. Világháború után államosították, és az első emeleti tulajdonosi lakásban még egy orosz tábornok főadi szállását is berendezték. Ráadásul 1956-tól a Hazafias Népfront 6. kerületi bizottsága is az épületben működött. Az utolsó épület a Kodály köröndön a MÁV nyugdíjintézet bérház, amely 1880 és 81 között épült fel. Ezt az épületet Petschaker Gusztáv tervezte, akinek ez volt az első budapesti épülete. A vasutas házhoz hasonlóan ez is a MÁV szolgálatába került.
Eredetileg csak a vezető MÁV alkalmazottak lakták a bérházat, ahol óriási 5-6 szobás lakások üzemeltek. Később ezeket 2-3 szobás kisebb lakásokra szabdalták fel, hogy több ember is elférjen bennük. A MÁV nyugdíjintézet és bérház előtt található a Kodály-körönd egyik nevezetessége, a 150 éves palántafa. Ez a közel 150 éves és 30 méter magas fa megélte az egész Andrássy út történelmét. Kezdetben az Andrássy utat palántfák szegélyezték, azonban ezek az idő során egyre inkább kipusztultak, és helyettük kőrisfákat ültettek. A Kodály-köröndön található palántafa az utolsó megmaradt példány az Andrássy út első fái közül. Szinte csoda, hogy idáig fennmaradt, mivel túlélte azt is, amikor az 1917 és 18 közötti szénhiány miatt majdnem az összes fáját kivágták az Andrássy útnak. Állítólag a MÁV dolgozói fegyveres őrséget is felállítottak a fa megvédésére ekkor. A fa túlélési esélyeit az is segítette, hogy viszonylag szélárnyékos részen található. Azonban az a 150 év nagyon meggyötörte a palántát, és a körönd útjának többszöri átalakítása következtében a gyökere már a teljesen elkorhadt. Ez a korhadás már tovább terjedt a fa törzsére is. Ugyan a fa lombkoronája még mindig egészséges, viszont mivel nagyon nagy súlya van, így nagy terhet ró a korhadt törzsre. Ezért a fa kifejezetten balesetveszélyes. Kis érdekesség, hogy 2019-ben egy hajléktalan még be is költözött a fa hatalmas odvába. Ezért, hogy ez többé ne forduljon elő, lerácsozták az odut. A Kodály-körönd kisebb terein jelenleg 4 szobor áll. Ennek a 4 szobornak kifejezetten érdekes története van. Állítólag azért emeltek 4 szobrot is a köröndre, mivel amikor 1897-ben II. Vilmos német császár Budapestre látogatott és az Andrássy úton sétált Ferenc Józseffel, akkor megjegyezte neki, hogy milyen kevés szobor van a városban. Emiatt a kijelentés miatt Ferenc József eléggé kiakadt, és az akkori miniszterelnök Bánffy Dezső tanácsára 10 szobrot is adományozott Budapestnek. Ez az adományozás azt jelentette, hogy az uralkodó pénzzel támogatta létrejöttüket. Ferenc József ezen ajándékából került Budapestre Szent Gellért, Pázmány Péter, Hunyadi János, Anonymus, Tinódi Lantos Sebestyén és a mára már ledöntött Verbőci István szobra is. A 10 szobor közül 4-et pedig a köröndre emeltek 1902-ben. Ez a 4 szobor Zrínyi Miklós, Bocskai István, Betlen Gábor és Pálffy János szobra volt. Bocskai a MÁV nyugdíjintézet, Betlen a vasutasház, Pálffy a Hübner udvar, míg Zrínyi pedig az Andrássy udvar előtt állt. Azonban a 4 szobor közül csupán csak Zrínyi Miklós szobra áll mind a mai napig ott, mivel a Betlen és Bocskai szobrok pontosan 2,8 méter magasak voltak, amely megegyezett a Hősök tere szobrainak a magasságával. Így a két erdélyi fejedelmet a Habsburg királyok szobrának eltüntetése után a Hősök terére szállították és ott állították fel. Kis érdekesség, hogyha valaki a Bocskai szobor eredeti kinézetét szeretné megtekinteni, akkor Debrecenben megtalálhatja azt, mivel 1906-ban a városban felállították a szobor pontos másolatát. A Bocskai szobor helyére Szondi György szobrát építették fel 1958-tól. Ez több munkát is adott a szobrászok számára, mivel a tartóoszlopról el kellett távolítaniuk Bocskai két hajduját. A Betlen szobor helyére Vakbottyán szobrát emelték, amely 1958-tól mind a mai napig ott áll a vasutasház előtt. Pálffy szobra helyére pedig Balassi Bálint szobrát emelték fel a Hübner udvar elé 1959-ben. A Pálffy szobornak azért kellett távoznia a Kodály-köröndről, mivel Pálffy János a császári oldalon harcolt Tököli Imre ellen és a Rákóczi felkelés során is. Így nem éppen nevezhető nemzetinek a politikai ténykedése. A Kodály-köröndöt elhagyva az Andrássy út középső szakaszába érkezünk, ahol különböző bérházakat találhatunk. Ezen a szakaszon olyan jelentős épületeket is találhatunk, mint a Budapesti Bábszínházat, vagy éppen a Terrorháza Múzeumot, amely az Andrássy út 60-as házszáma alatt helyezkedett el, és a szélső jobboldali és a kommunista verőlegények megfélemlítő székhelyeként működött. Az Andrássy út középső szakasza végén a Sugárút másik terét, az Oktogont láthatjuk. Ez is egy hatalmas jelentőségű tér volt, amelyet többször is átneveztek az évek során. Az Oktogon mai területén sokáig csak egy hatalmas gödör tátongott, amely nehezítette a közlekedést. Azonban szerencsés pozícióba került, mivel a dualizmus két óriási volumenű beruházása is keresztezte a teret.
Már 1868-ban egy MTA értekezleten András Gyula kiemelte a hely fontosságát, hogy itt kereszteződhet az újonnan épülő sugárút, a városerdő és a belváros között, valamint a nagykörút is. Andrássy eredményesen meggyőzte a partnereit, és 1872-ben fel is töltötték a gödröt. Az így keletkező tér egy kifejezetten érdekes nyolcszögletű formációt vett fel, és már 1875-re elkészült. Ebből a nyolcszögletű elrendezésből származik a tér ma is használt neve, az oktogon, amely ógörögül nyolcszöget jelent. Az oktogon négy részre osztható. A nyugati részén korábban a Nicoletti, majd a Savoy kávéház és cukrászda üzemelt. A déli részén az Abbázia kávéház volt. A keleti részén a Menton kávéházba mehettek a budapestiek, míg az északi részén nem egy kávéház, hanem egy varrógép és kerékpárbolt állt. Továbbá ezen a részen helyezkedett el a Cseléd intézet is, amely a budapesti cseléd közvetítőként szolgált. A tér jelentőségét jól szemlélteti, hogy különböző propaganda eszközökként többször is átnevezték. Miután felépült a helyszín, nyolcszög térnek nevezték el. Majd az 1920-as évektől kezdve átnevezték oktogonná. 1936-tól ismét átnevezték a teret, és az olasz-magyar közeledést demonstrálva a Mussolini tér nevet kapta. A II. Világháborút követően 1945-ben újra visszanevezték oktogonná, viszont nem sokáig maradhatott az, mivel a Rákosi korszakban újfent átnevezték 1950-ben november 7-e térre, amely dátummal az 1919-es oroszországi kommunista forradalomra emlékeztek meg. Ez a november 7-e tér elnevezés az egész kommunizmus során végigkísérte a teret, és a magyar szlengben csak Novhét térként emlegették. Végül a rendszerváltoztatás után 1990-től újra visszakapta az oktogon nevet. Az oktogontól a Deák Ferenc térig tart az Andrássy út felső szakasza, ahol 3-4 emeletes bérházak találhatóak. A földszinti részeikben pedig márkás üzletek és kávézók üzemelnek. Az oktogon közelében találhatjuk Budapest egyik legjelentősebb kulturális részét, ugyanis itt található az opera és az előtte levő Nagymező utca is, ahol számos színház megtalálható, így ezt a részt Pesti Broadway-nek is szokták emlegetni. Az operaház azért épült fel, mivel egy opera építésére már egyre nagyobb szüksége volt a fővárosnak, mivel az egykori nemzeti színház már egyre kevésbé tudta kiszolgálni az igényeket. Így felvetődött az ötlet egy önálló operaház építésére is. Az operaház építési terve szerencsésen találkozott az új sugárútnak a tervével is, így ide jelölték ki helyszínül az operát. Azonban az építkezés nem ment gördülékenyen, mivel a mai operaház helyén egy kétes hírű csárda állt a Hermina téren. Ráadásul a csárda mögött pedig egy zsibvásár volt. Tehát a korabeli Pestnek ez volt a leghírhedtebb környéke, ahol brutális volt az éjszakai élet, hemzsegtek a bűnözők és az utcalányok is. Ennek a környéknek a felszámolása sokáig visszavetette az építkezéseket, de nagy nehezen sikerült kisajátítani a területet. Az opera előtti utcában található a Nagymező utca. Ez a hely onnan kapta a nevét, hogy a 19. században egy nagy mező terült el a területen. Ma ebben az utcában van a legtöbb színház Budapesten, és ezért a Pesti Broadway-nek is nevezik. Az Andrássy úton tovább haladva láthatjuk a neoreneszánsz stílusában épült Magyar Állami Operaházat, amelyet 1875 és 1884 között építettek. Báró Podmanicki Frigyes a pályázó bizottság elnökeként megbízta a jeles építészt, Ibl Miklóst, hogy tervezze meg a magyarországi operaházat. Az operaház előterében számos szoborral találkozhatunk. A főbejárat mellett Liszt Ferenc és Erkel Ferenc szobra található. Feljebb a különböző múzsák foglalnak helyet. Míg az operaház tetején korábbi híres egyetemes szerzőket találhatunk, mint Rossini, Beethoven vagy éppen Mozart. Az operaház megnyitóján maga a király Ferenc József is személyesen jelen volt, és a megnyitó ünnepségen Erkel Ferenc vezényelt. Ekkor az opera hivatalos neve a Magyar Királyi Operaház volt. Az újdonsült építmény forgalma kezdetben igen nehezen indult be, mivel kifejezetten drágák voltak a jegyárak, amelyet a pestiek többsége nem is tudott kifizetni. Így kevés volt az érdeklődő az opera iránt. Először igazán az érdeklődés Gustav Mahler igazgatósága alatt lendült fel. Viszont az első világháború a pesti opera kedvet újra megakasztotta, és egy évre még be is kellett zárni az épületet. A két világháború között azonban újra virágkorát élte az opera, és különösen is sokan látogatták Radnai Miklós és Márkus László igazgatósága alatt.
Az épület a II. Világháborút kisebb sérülésekkel átvészelte, és 1945-től kezdve a Magyar Állami Operaház néven üzemel. Az operaház után különféle márkás üzletekkel és kávézókkal találkozhatunk, míg végül kiérünk a Deák Ferenc térre, amely mellett megláthatjuk a Szent István Bazilikát is, amely szintén a dualizmus során épült fel 1906-ban. Az Andrássy út egy történelmi jelentőségű sugárút Budapesten, amely összeköti a belvárost a Városligettel. Az utat többször is átnevezték, és számos tömegrendezvénynek adott otthont. Azonban presztízséből mit sem vesztett az évek során, és jelenleg is Magyarország egyik legfontosabb turista látványossága és a világörökség része. Ez volt az Andrássy út történetét bemutató videó. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára!